Ferencváros 225. A legújabb régészeti leletek bizonyítják, hogy a mai Ferencváros területén a bronzkorban is éltek. A 13. században pedig már biztosan létezett a Szabadsághíd, Petőfi híd, Ferenc körút által határolt területen Szent Erzsébet falva. Az Árpád-kori települést, mely önálló templommal is rendelkezett, valószínűleg a törökök pusztították el. Az 1700-as évek közepétől indult meg belső Ferencváros kiépülése a mai Kálvin téren, az akkori Szénapiacon. Az Erdélyből és az Alföldről elindult marhakereskedők itt álltak meg pihenni. Így itt jöttek létre az első vendéglátóhelyek, az első fogadók. 1792-ben az elhunyt II. Lipót király utódaként első Ferenc lépett a trónra. Az egyre fejlődő városrész polgárai elérkezettnek látták az időt arra, hogy más, pesti külvárosokhoz hasonlóan ez a terület is külön nevet nyerjen magának. Kérésükre 1792. december 4-én a király hozzájárulását adta. A Pesttől délre fekvő terület ő utána a Franstadt, Ferencváros nevet viselheti. Az 1800-as évek elejére a mai belső Ferencváros nagyjából beépült. Az utcák vonala kialakult. A Rákos árkon, a jelenlegi Ferenc körúton túl, középső Ferencvárosban a Mester utca és az Üllői út között apró, falusias jellegű házak épültek. Az itt lakók főleg zöldségtermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkoztak. Az 1838-as árvíz szinte teljes egészében lerombolta a terjeszkedő Ferencvárost. 529 épületéből 438 összedőlt, 72 pedig súlyosan megrongálódott. A város újjáépítése az ár elvonultával rögtön megkezdődött. Ekkor került sor a Bakács tér és a Ferenc tér kialakítására is. Az 1850-es évek elejétől Pest-Buda ipari, kereskedelmi és népesedési fejlődése felgyorsult. Belső Ferencvárosban már szinte minden utcasarkon egy-egy gépgyár, bőrgyár vagy asztalos üzem működött. A következő évtizedekben a Soroksári út mentén 5 nagy gőzmalom, 3 vágóhíd, 2 nagy szalámi gyár és számos vegyi üzem épült, valamint vasútvonalak egész rendszere hálózta be Ferencvárost. Középső Ferencváros is jelentős átalakuláson ment át. Új házak, bérkaszárnyák épültek, hogy a ferencvárosi üzemekben dolgozó munkás családoknak otthont adjanak. 1896-ban, a millennium évében Ferencváros több jelentős épülettel gazdagodott. Ebben az évben adták át a Ferenc József mai Szabadsághidat, az Iparművészeti Múzeumot, a Központi Vásárcsarnokot és a Ferenc körút hivatalos átadásával a Nagy körút is teljes hosszában megnyílt. Az 1800-as évek végén alakult meg az ország legismertebb tornaklubja. Az FTC alakuló közgyűlését 1899. május 3-án tartották a mai önkormányzat épületében a Bakács tér 14-es szám alatt. Legnépszerűbb sikerszakága a futball mellett számos Európa, világ és olimpiai bajnok sportolót köszönhetünk a Ferencvárosi Tornaklubnak. Ferencváros az elmúlt századokban kedvelt lakóhelye volt a művészeknek és tudósoknak is, és itt született 1905. április 11-én a 20. század jelentős költőegyénisége József Attila. Gát utcai szülőházában évkiállítása díjazott emlékhely működik. Az 1900-as évek elejére Ferencváros, melyet élelmiszeripari egységei miatt Budapest gyomrának is neveztek, elérte történetének addigi legfejlettebb állapotát. De eljutott befogadó képességének határáig is. A századfordulón a lakásviszonyok javítása vált a legégetőbb kérdéssé. Munkás lakótelepek építésével átmenetileg a helyzet javult, de az első világháború után a nagyszámú új beköltözők miatt külső Ferencváros a nyomornegyedek területévé vált. A Gyáli úton létrejött a Zita,
az Üllői út mentén pedig a Mária Valéria szükséglakótelep. A II. Világháború hadi eseményei nagy károkat okoztak Ferencvárosban, mivel a kerületben számos ipari üzem működött, a szövetségesek bombatámadásainak célpontja elsősorban a mai középső és külső Ferencváros gyárai, illetve pályaudvarai voltak. Komoly károk keletkeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc idején is. Nem véletlenül, hiszen a felkelésnek több fontos helyszíne Ferencvárosban volt. 1957-ben megindult a Mária Valéria szükséglakótelep bontása, és elkezdődött a főváros egyik legvirágosabb, legélhetőbb lakótelepének, a József Attila lakótelepnek az építése. 1990-ben a kerület 33 ezer lakásából több mint 29 ezer állami bérlakás volt, melyek műszaki állapota nagyon leromlott. Az 1980-as évek második felében középső Ferencváros három tömbjében kezdődött meg az állami, fővárosi forrásokra alapozó rehabilitáció. Ez volt az előképe a későbbi, hazai és nemzetközi szinten is példaértékű város megújításnak, amely a mai napig fémjelzi Ferencvárost. 2016-ban a közel negyed évszázada indult tömbrehabilitációs programjáért Ferencváros elnyerte az ingatlanfejlesztési szakma Oscar díjának számító FIAPCI Prix de Excellence nagy díját. A sokarcú kerület története e sikerek mentén, e cél érdekében épül tovább, hogy lakóinak igazi otthona, városa legyen. A 21. század Ferencvárosa.